50 éve nevezték ki bírónak, és szinte az egész életét az igazságszolgáltatásnak szentelte a nyíregyházi törvényszék egykori bírója és tanácselnöke, dr. Kozmáné dr. Váradi Katalin. Bár 10 éve nyugdíjas, a közéletben továbbra is jelen van, ezúttal egy interjú kötettel, amelynek nem csak ő a főszereplője, de rajta keresztül a bírói hivatás, ami az elmúlt fél évszázadban vívta ki a függetlenségét. Váradi Katalin a Justícia szolgálatában című könyv ünnepélyes bemutatója előtt azt mondta, az igazság vezesse a bírókat. Első legyen nekik az igazság, mert lehet egy jogvitát megoldani, de lehet, hogy nem derül ki az igazság. Én mindig arra tettem a nagy hangsúlyt, hogy kiderüljön az igazság. Volt, hogy nem derült ki. De nekem ez volt a célom. Nem csak az, hogy eldöntsem a jogvitát. Tehát legyenek bátrak, merjenek dönteni, és éljenek teljes életet, hogy meg tudják érteni az emberiséget, a szegényt, a szerencsétlent, és az a véleményem, hogy ne csak a jogot alkalmazzák, hanem hát a méltányosságot is, és hát legyenek okosak. Fázsi László, az interjúkötet szerkesztője beszédében kiemelte, hogy a könyv voltaképp a bírói hivatás bemutatása egy szubjektív szemüvegen keresztül. Egy olyan bírói életutat mutat be, amely egyben a történelem nagy tanúja is, hiszen Váradi Katalint ugyanabban az évben nevezték ki bírónak, amelyben Wittner Mária kiszabadult a börtönből. Nem csak róla szól egyébként a kötet, hanem tulajdonképpen ennek révén úgy gondolom és remélem, hogy sikerült végigkövetni az igazságszolgáltatásban az elmúlt 40 év, tehát az ő pályafutását tekintve, aktív pályafutását tekintve 40 év során az igazságszolgáltatásban bekövetkezett elnézést lényeges változásokra, aminek az eredményeként tulajdonképpen eljutottunk attól a helyzettől, amikor a bírói függetlenség kiharcolása tulajdonképpen még minden bíró egyéniségén múlott, egészen addig, amikor már ugye a demokratikus jogállam egyik legfontosabb értékének tekinti mindenki a bírói függetlenséget. Ez pedig maga a könyv, amelynek borítóján Tölper László a Történelem ítélőszéke című munkájában látható egy részlet, amint az igazság istennője kezében karddal és mérleggel küzd az igazságért.